Na, sziasztok, üdv mindenkinek, itt egy Robi, pmradio.hu. A mai videóban a VX6-os készüléknek szeretném megmutatni a gyors billentyűzet funkcióit. Nem kell ahhoz a készülék menüjébe turkálnunk, hogy gyorsan beállítsunk pár alap és fő fontos funkciót, elég, hogyha a billentyűzeten tudjuk, hogy ez micsoda és hogy állítjuk be. A bekapcsoló gombbal bekapcsoljuk a készüléket, be is kapcsolódik, és gyorsan elmondom nektek, hogy a fontosabb gombok, gombkombinációk mit csinálnak. Ugye az F per W gomb a funkció hozza elő nekünk, ezzel tudjuk a másodlagos funkciókat a billentyűzetről elérni. Ez úgy működik, hogy megnyomjuk a funkciógombot, majd azon funkciót, amit el szeretnénk kérni, például az egyesen a step, a lépés, lépés közt benyomjuk, és már is tudjuk állítani a léptető váltónkkal, hogy hány kilohertz legyen a lépés közünk. Megnyomjuk még egyszer ugyanazt a gombot, akkor visszalépünk a VFO módba, és ott látunk minden élő funkciót, tehát ezzel tudunk végig menni. De menjünk sorban azokon a gombokon, amit tudunk így állítani gyorsan. Ugye az egyes gomb volt a step, a kettes gomb az a kód, és ehhez kapcsolódik még az SQL type gombunk, amivel tudjuk változtatni, hogy tone, CTCSS vagy DC legyen. Benyomjuk a funkciógombot, és megnyomjuk a mód feliratot, és elő is jön a funkció menünk. Itt látjuk, hogy ugye alapesetben ki van kapcsolva, off, vagy a tone, TSQL, ugye itt adásban, vételben is benn van a kód, vagy pedig a DC kód, ott szeretnénk használni. Én most a tónra teszem, és megnyomom még egyszer a mód gombot. A funkció gomb megnyomásával és a kettes kód gomb megnyomásával pedig előjön, hogy hány hertz az a tón frekvencia, amit tudunk használni. Ugye a Jézu készülékek alap esetben mindig a 100 hertzre állnak be. Erről tudni kell, hogy mondjuk a PMR kód táblázatban ez a 12-es kód, ezt megint a kódváltóval tudjuk átváltani. Ahol megállunk, ahol hagyjuk, azon marad, és a kódgombot megnyomja. Visszatérünk a VFO menübe, de menjünk tovább. Ez volt az első sorunk, és az első gombot én ki is hagytam, ez pedig a band, tehát a csatorna váltó gombunk. A band gomb megnyomásával tudjuk a széles sávú vevőt kapcsolgatni a különböző tartományokba. Tehát a band gombnak a megnyomásához nem kell a funkció gombunk. A második sorban, itt látjátok, több felirat is van, ugye egyes gomboknak akár három funkciója is lehet. Mi esetünkben a HM per RV funkció gombnak a reverse funkciója az érdekes. Egy átjátszó frekvencián, ha vagyunk, akkor azonnal a felmenő ágra tudunk lépni egy gombnyomással. Tehát, ha egy átjátszót figyelünk, és hallani akarjuk, hogy direktbe is elérnénk-e az átjátszóra feljutó amatőrt, akkor az RVHM, RV gombot megnyomva pásztázhatjuk a felmenő frekvenciát, és esetleg észleljük, hogy szimplexbe is hallanánk a másik amatőrt. Ehhez se kell a funkciógomb. Ugye itt van az ARTS, ez a hatótávfigyelés, a skip, az RPT funkció. Az RPT funkció bekapcsolásához és váltáshoz, ez az átjátszó repeater funkciónak a váltásához már kell a funkciógomb. Megnyomjuk, megjelenik az F betű, és az RPT gomb, hatos gomb megnyomásával megjön a
az RPT felirat és a mínusz jel, és tudjuk változtatni, hogy a shiftnek az eltolása az ugye mi legyen, lehet mínusz, lehet plusz, és lehet a split funkció, mi esetünkben a mínusz funkciót kell hagynunk, ugye a VHFS tartományban a mínuszt használjuk. Nullás gomb az a set, ezzel a menübe tudunk belépni, de most nem lépünk be, mivel a gyors billentyűzetet mutatom el nektek. Következő gombunk, amihez nem kell funkció, ez az internetes csatlakozás funkció lenne, aminek ez az összefonódott kis két karika a jele, ezt most mi nem használjuk, és ezt ki is kapcsoljuk, tehát a funkció nélküli megnyomással ez jön elő, viszont ha a funkció gombot megnyomjuk, akkor a fölötte fehérrel írt TX Power fog előjönni, vagyis minden egyes megnyomással változtatunk egy-egy teljesítmény fokozatot. Funkció, visszamegyünk a legkisebbre, ugye ez a 300 milliwatt, funkció, 1 watt, ugye ez a kettes, funkció, 2,5 watt, funkció, és ugye a híg a legmagasabb, az pedig az 5 wattos teljesítmény lenne. Na, ezek voltak a legfontosabb gombok én szerintem. A V per M, VFO per memory gombbal pedig a memóriába tudunk belépni. Itt fölül látjuk a memória számát. Itt most nekem nincsen több elmentve, úgyhogy csak az egyes memória számon a 144 MHz van FM módba elmentve. Ha megnyomjuk még egyszer, akkor pedig visszalépünk a szabad VFO módba. Na, nagyjából ez lett volna a gyors billentyűzetnek a bemutatása, következőben pedig a set gomb mögött lévő teljes menü tartalmat mutatom majd be nektek, ami nem pici, mert több mint 70 menüpontunk van. Addig is sziasztok, egy Robi, pmlradio.hu. Ez volt a Jézu VX6 gyors menü.